mondta, hogy mi tartjuk a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját, nem igen tudtuk, miről van szó. A diktátorról már tanultunk a rómaiaknál. Vészhelyzetben nevezik ki fél évre, tej hatalma van, tetteért utólag nem vonható felelősségre. De nyilvánvaló volt, hogy most nem erről van szó. Hogy jobban megértsük, a kíváncsi diákok legjobb barátjához fordultunk, a Wikipédiához, és megtudtuk, hogy... A nevet Közép-Európában, az éhínségben, közmunkatáborokban vagy kivégzés által elhúzott áldozatok száma eléri az 1 milliót. De a rendszer áldozata az is, akit... Börtönbe zártak, vallattak, kínosztak és megbélyegeztek. Akit csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek. Vagyis mindenkit, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak. Ez már egyértelmű volt, de még mindig nem elég. Házi feladatot kaptuk, hogy otthon mindenki kérje meg a nagyszülőket, dédszülőket, hogy meséljenek erről a korszakról. Aztán megosztottuk egymás történeteinket. A nagymamám tanítónő szeretett volna lenni, kitűnő tanuló volt, de mégsem tanulhatott tovább, mert vallásos családból számít. Itt sosem vették fel a főiskolára. Ő a kommunista diktatúra áldozata. Nagypapám vagynos emberként a kommunista rendszer ellenségnél számított. Elvették tőle a lábát és a tevizemet. Soha nem kapta vissza őket. Ő a kommunista diktatúra áldozata volt. A nagyszüleim sváb származásúak voltak, azért kitettették őket Magyarországról. 30 évig dolgozott napszámosként az én mamám, hogy a család megéljen. Ő a kommunista diktatúra áldozata volt. A másik nagyszüleim több holdon gazdálkodó, szorgalmas paraszt emberek voltak. Elvették mindenüket, amelyet a családjuk évszázadokon át dolgozott. Ők a kommunista diktatúra áldozatai voltak. Ők az apai dédszüleim. Szatócs bogyók volt, ami a család megélhetését biztosította, de a második világháború után elvették, és a helyi gépgyárba kellett menniük dolgozni. Ők a kommunista diktatúra áldozatai voltak. Dédapám kezdőcönyét a háború után szovjet katonák jöttek be a faluba. Fiatal embereket toboroztak, őt is elvitték. Szerencsére sikerült megszökni a mellette oszlopból. Később kiderült, hogy társait a gulágra vitték Szibériába. Ők a kommunista diktatúra áldozatai voltak. Nagyapám az ELTE magyar nyelvi tanszékén tanított. Véleményét bátran vállaló, hitét gyakorló keresztény ember volt. Egy kommunista vezető szemet vetett szép budapesti lakásukra és bútoraikra. 1951-ben kitelepítették őket. Két nyomorúságban leélt év után térhettek csak vissza, de lakásukat nem kapták vissza sohasem, és a nagyapám sem taníthatott többé az egyetemen. Ők a kommunista diktatúra áldozatai voltak. Az apai dédszüleik az Alföldön éltek Szentes mellett. Sok földjük, állatai voltak. A háború után előszakkal elvették mindenüket, és bekényszerítették őket a tárnyalő szövetkezetbe. Ők a kommunista diktatúra áldozatai voltak. Déd nagyapám harcolt a második világháborúban, majd fogságba esett. 6 évnyi hadi fogság után 1951 tavaszán tért haza a Szovjetunióból. Hazatérését követően egy hónappal rendőrhatósági felügyelet alá is helyezték demokrácia ellenes tevékenység miatt, amiből csak hosszú hónapok elteltével szabadult. Ő a kommunista diktatúra áldozata volt. Nagyapám testvére részt vett az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben. Ezért később a rendszer ellenes összeesküvés vádjával letartóztatták és ítélték. Több börtönt is megjárt, többször is megkínozták, mert nem tudták beszervezni besúgónak. Ennek nyomait élete végéig viselte. Mikor kiengedték a börtönből, csak segédmunkásként tudott elhelyezkedni, pedig 5 nyelven is beszélt. Ő a kommunista diktatúra áldozata volt. A rendszerváltás után az 1956-os tetteiért kitüntették. Most, hogy meghallgattuk egymás családi történeteit,
Megértettük, hogy ez az emléknap mindenkit érint. Alig volt az osztályban olyan család, akinek ne lett volna egy szomorú története a múltból. Róluk emlékezzünk meg, és a többi magyar család tragédiájáról is. Ha hazamentek, délután kérdezzétek meg ti is a nagyszüleiteket, dédszüleiteket, és hallgassátok meg a történeteiket. Emlékezzünk, és ne felejtjük. Most álljunk fel, és mondjunk el egy imát minden olyan emberért, aki a kommunista diktatúrák áldozata volt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.